A Triton Life magánkórházban a Triton Labs laboratórium működik. Ide továbbítjuk a betegeknek a mintáit. Ez valóban Magyarországon egy teljesen új labor működés, európai színvonalú. Ez azt jelenti, hogy a vizsgálatoknak szinte teljes mértékű palettája megtalálható, de az európai színvonal inkább a laboratóriumi berendezésekre fókuszálódik, ugyanis olyan gépparkkal rendelkezik, ami Magyarországon még nem teljesen elterjedt, inkább Európában. A Triton Labs vizsgálati palettája teljes körű. Itt a paciens maga eldöntheti egyrészt, hogy milyen vizsgálatot szeretne, választhat akár egyetlen egy vizsgálatot, választhat laborcsomagokat. Erre mondanék például egy nagy labor rutinját, vagy akár egy ilyen kampányszerű csomagot, például a tavaszi megújulást, ami jelenleg is még akciósan tart a cégnél, de érkezhetnek a paciensek szakorvosi véleménnyel, szakorvosi lappal is, ami konkrétan tartalmazza, hogy milyen vizsgálatokat kell elvégezni a betegnél. Vannak az úgynevezett általános laborvizsgálatok, amit a laikus emberek inkább ismernek. Ide tartoznak a rutin laborok közül a vizeletvizsgálat, a vérképvizsgálat, a májfunkció, a vesefunkció. És akkor ezek az általános laborvizsgálatok tovább vihetőek speciális vizsgálatokra. Például, ha konkrétan pajzsmirigy betegség van, akkor a pajzsmirigy funkcióinak a vizsgálataira, vagy akár a különböző tumormárkerek, hogyha esetleg olyan problémája van a betegnek, hogy azt nyomon kell követni. De igen, tehát vannak például az ételallergia, vagy a pollenallergiáknak a széleskörű palettája, vagy például említhetném még egy kicsikét a mikrobiológiát is érintve a számos szerológia vizsgálati paletta, bakteriológia és vírus kimutatás. Itt nálunk a Kaposvári Ezredév utcai mintavételi helyen jelenleg felnőtteket fogadunk. Márciustól fogadjuk a pácienseket, de tervezzük, hogy a későbbiek folyamán szélesebb lakosságot is tudjunk szolgálni. Jelenleg gyermekeket nem álmodunkban fogadni, de tervezzük, hogy szélesítjük a páciensek körét és gyermekek fogadását is tervezzük. Budapesten működik a Triton Labs-nak a központja. Van egy labor igazgató, és mellette számos labor szakorvos dolgozik, akik ugye értékelik a laboratórium eredményeket, a laboratóriumi mintákat a laboratóriumban szakképzett laboratóriumi asszisztensek, szakasszisztensek, analitikusok végzik, és az eredményeket pedig szakorvosok értékelik. A Triton Life központján keresztül a páciens telefonon keresztül tud időpontot kérni és foglalni. Heti időpontokat tudnak felajánlani a diszpécserek, ő maga ki tudja választani, hogy éppen mikor tud ráérni. A vérvétel az reggel 8 órától 11 óráig tart. Nem kell több hetet várni arra, hogy bekerüljön egy másik laboratóriumnak a vérvételi helyére, itt az államilag finanszírozott kórházakat értem, hanem akár már jövő héten tud időpontot foglalni. Nem szükséges beutaló, mint említettem korábban, érkezhet szakorvosi ambuláns lappal a páciens, és a szakorvos utalást tehet arra, hogy milyen vizsgálatokat végezzünk el, de nem feltétlenül szükséges. Tájékozódhat akár az interneten is, hogy milyen vizsgálatokat szeretne magának elvégezni. A telefonos központon megkéri az időpontot, az adott időpontra megérkezik hozzánk a vérvételi helyre, a recepciónál bejelentkezik, ott egyeztetnek személyes adatokat, ha ez megtörtént, akkor befárad a vérvételi helyre, ahol szintén adminisztrációs
tevékenységgel kezdünk, ott is egyeztetni kell a személyes adatait. Már itt a vérvételi helyen rögzítjük a Triton Labs informatikai rendszerébe az adatait, a vizsgálatkéréseit, majd megtörténik a vérvétel, és vérvétel után pedig a számlával együtt a recepción tudja rendezni a vizsgálatok díjait. Az eredményt, mivel jogszabályi háttér vonatkozik arra, hogy minden egészségügyi dokumentumnak fel kell kerülni az EST-re, ezért ezek a labor eredmények is felkerülnek, illetve lehetőség van arra, hogy ha a páciens kéri, akkor a saját e-mail címére is elküldi a Triton Labs az eredményt egy védett e-mail formájában.